A kezdetektől fogva tudom mondani, hogy elég mély bizalmi szinten vagyunk, tehát hogy témákkal nem csak felületesen foglalkozunk, hanem valóban belemegyünk a mélységeibe. Én azt tudom így összességében mondani, hogy rendkívül fesztelen, meg jó hangulatban telnek ezek a találkozók, ezek a mesterelme találkozók. A következő alkalom az speciális, és ezt azért várom nagyon, mert egy speciális helyre megyünk, egy vidéki kis helyre, ahol meg lesz a mesterelme összejövetelünk, és utána bulizni fogunk, tehát hogy a következő alkalmat ezért várom nagyon. Ezek a mesterelme összejövetelek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a problémáinkat, a elakadásainkat oda behozzuk, egy olyan közegbe, ahol hát mondhatom azt, hogy megértő fülekre, vagy nyitott fülekre, talán egy olyan közegben, ahol megvan az a bizalom, amiben azt gondolom bármiről tudunk nyíltan, őszintén beszélni. Ugyanúgy beszélünk a sikereinkről, mint a bukásainkról, tehát hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon inspiratív, informatív környezet. Azért nagyon fontos ez a struktúra, mert ez adja meg azt a lehetőséget, vagy keretet, amiben mindenki be tudja hozni, tehát hogy mindenkire sor kerül, mindenki be tudja hozni a saját problémáját, elakadását, vagy bármit, amit szeretne megötleteltetni, vagy megbeszélni a csapattal. Két mesterelme találkozó között is van egy összekötése, hiszen mindig teszünk valami vállalást a következő alkalomra, és akkor a következő alkalommal meg reflektálunk rá. Ami nagyon megfogott, az a nyitottság, hogy nagyon könnyű volt beilleszkedni, nagyon könnyű volt felvenni a kapcsolatot másokkal. Nem feltétlenül van fóruma annak, hogy a problémákról, kihívásokról, elakadásokról beszélni tudjak, vagy ki tudjam fejteni, vagy ötletelni. Erre egy lehetőség ez a mesterelme. Olyan emberekkel tudom megvitatni ezeket a problémákat, elakadásokat, akik maguk is ugyanebben a helyzetben vannak, vagy nagyon hasonló helyzetben vannak, és hogy meg egyébként van egy ilyen feloldó hatása is, hogy jé, de jó látni, hogy nem csak én küzdök ezekkel a problémákkal, hanem azt gondolom, hogy a cégvezetők, tulajdonosok így összességében nagyon hasonló problémákkal, elakadásokkal vannak, és így jó tudni, hogy nem vagyok egyedül a világon. Azt gondolom, hogy ezek a mesterelme összejövetelek, hát én úgy szoktam írni, hogy ez ilyen végtelen inspirációnak a nem tudom, a fóruma, vagy a felülete. Itt nem tankönyvi klisék hangoznak el, hanem igazi tapasztalat.